Az egyik dolgozó hüvelykujját szorította be a hatalmas erővel dolgozó eszköz. A szerencséje az volt, hogy a kollégája pillanatok alatt észlelte a bajt és rácsapott a leállító gombra. A rendőrséget a sérült férfit ellátó mentősök értesítették. A férfit az előírásoknak megfelelően megszondáztatták, valamint a munkatársát is, és annak során derült ki, hogy sajnos mind a kettő férfi alkoholos befolyásoltság alatt, tehát ittas állapotban végezte a munkáját. Ezért volt szükség rendőri intézkedésre, ezzel ugyanis súlyosan megsértették a dolgozók a munkavédelmi szabályokat. Egyiküknek azonnal felmondtak, a nyomozó hatóság pedig eljárást kezdeményezett. Az ügyben a Bonyhádi rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt eljárást indított. Mivel veszélyes üzemről van szó, a rendőrség most vizsgálja, miként dolgozhatott ittasan a sérült férfi. Ha bebizonyosodik, hogy rajta kívül a műszakvezető vagy a munkáltatója is hibázott, a felelős akár egy év börtönbüntetést is kaphat.